Nem tudom, ki olvasta a regényt? Itt van egy ember. Tényleg? Tényleg egy ember olvasta a regényt? Az nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy nagyon megúszós lesz a mai beszélgetés, azt mondhatok, amit akarok. Amikor a triceratopsok jönnek, 600. oldal környékén. Szóval, de mindegy, a regényben van egy Eszkaton nevű játék, ami a regénynek az egyik legemlékezetesebb része, amit azt hiszem 4 darab teniszpályán játszanak. Hát most nem teniszpályákról, nem focipályákról lesz szó. Focipályákon sétálsz át éjszaka, az utolsó metróval mész haza, az összes barátod nagy gyereke lesz. Amit akartál, majdnem mind összejött, futócipőben állsz a házak között. És használ zsebkendők egy gyűröget, de ettől még nem lesz nálad több pénz, vagy boldognak lenni kevésbé nehéz. És hiába mondod, hogy mindent lehet, ha tudod, hogy végül úgysem mered. Hiámoktól szédül helybredsz fel, egy ismerős illattól rosszul leszel, és elkerülsz minden régi helyet. De ettől még nem lesz kevésbé nehéz, vagy olyan, mint régen, és mindentől félsz, és hiába kéred, hogy segítsenek. Ha neked sem fontos, hogy mi lesz vele. Focipályákon sétálsz át éjszaka, az utolsó metróval mész haza. Vége a nyárnak, megint esik, és halvány kék fényű utcákon jársz. Augusztus végén, ha leszáll a köd, és léggömbök úsznak az Oszló tömeg, őszben visszhangzó csendje fölött. Köszönöm. Az van, hogy 20 perces zenei blokkok vannak, és ahogy nézem, én már még mindig csak 13 percnél tartok, pedig lement már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szám. Galaxisok zenében ez a jó, igazából. Úgyhogy úgy terveztem, hogy most egy új számot fogok eljátszani, akkor eljátszok 2-t. Talán már hallottátok, az a cím.